A mai vendégem itt a stúdióban Molnár Zoltán, aki nem olyan régen, körülbelül egy hónappal ezelőtt volt itt, akkor éppen egy hosszú távú triatlon versenyt követően. Viszont Zolinak tudni kell, hogy nem az a fő profilja, hanem a félmaraton futóverseny. Szeretettel köszöntelek, Zoli, hogy itt vagy megint a stúdiónkban. Abból az alkalomból hívtunk ide téged, hogy számolj már az elmúlt több évtizedes futó eredményeidről, és itt konkrétan egy futószámról, a félmaratonról beszélünk, hiszen bármennyire is furcsa, 111. alkalommal teljesítetted most néhány héttel ezelőtt. Tehát 111 versenyt tudtál hátad mögött félmaratonból 21 kilométerről. Zoli, nem tudom, mennyire emlékszel vissza, hogy mikor volt az első félmaraton versenyed? Üdvözöllek, Laci, üdvözlöm a nézőket is. Pontosan visszaemlékszem, hogy 2001. szeptember 2-án volt az első félmaratonom. Nagy lelkesedése készültem erre a versenyre, hisz 21 kilométert soha nem futottam még. Azelőtt egy újságban tájékozódtam erről a versenyről, elutaztam egészen Pesten a Városligetig, és ott álltam rajthoz ezen a 21 kilométeren, sikeresen teljesítettem, még az időeredményem is pontosan a fejemben van mai napig, ami 1 óra 36 perc, 2 másodperc, amit szinte azonnal bele is gravíroztattam az érembe, mikor hazaértem, hisz nagy büszkeséggel töltött el, hogy 16 kilométernél soha nem futottam többet azelőtt, és ott sikerült egy egész lendületes, fiatalos félmaraton futnom. Ez olyan szinten megtetszett neked, Zoli, hogy azóta már minden évben ugyanott, ezen a versenyen ott vagy, aminek azóta már más az elnevezése, de a verseny maga ugyanez, úgy tudom. Így van, valóban. Eltelt 24 év, és zsinórban sikerült mind a 24 versenyen részt vennem eljutnom, és még sikeresen is tudtam teljesíteni. Nevesítsük ezt a versenyt. Ez a Vizer félmaraton pontosan. Más lett a helyszín, tehát az idő, változott a helyszín. Pesti oldalról indult a verseny hosszú éveken keresztül, majd a névadó főszponzor miatt megváltozott a verseny neve is, és a helyszín egészen Pestől a budai oldalra került, az ELTE Egyetemhez, és azt hiszem máron vagy 10 éve onnan rajtolunk, legszebb részein Budapestnek, talán ezért is vágyom vissza a hangulat, a tömeg, a legnépesebb félmaraton, a rengeteg külföldi, szinte évről évre nőtt, és talán még ez a verseny a Covid idején is tudott működni, amire szintén úgy tekintek vissza, hogy örülök, hogy ott tudtam lenni, nem betegedtem le, a versenyt is szuperul meg tudták szervezni. A 111, az említett 111 versenynek ez egy gyakorlatilag egy harmada, egy negyede, hogyha jól megnézzük. A többi versenyhelyszínek azok hol voltak az országban? Nem tudom, országhatáron kívül, vagy csak országhatáron belül voltak ezek jellemzően. Van-e esetleg szintén egy olyan verseny, ahova visszajártál az elmúlt években, Zoli? Igen, voltam az országhatáron kívül is, nem olyan túl sok alkalommal, de sikerült Nagyváradra ide nem messze elutaznunk, pontosabban csapattal mentünk ki együtt, 4-5-en, és akkor ott is a félmaratont céloztuk meg mindannyian. Sikerült ott is 5 vagy 6 alkalommal lefutni a félmaratont, elég jó időeredményekkel, jó helyezésekkel. Aztán még volt lehetőségem, maratonra szerettem volna menni Kassára, viszont egy sérülés miatt nem tudtam a 42 kilométerre felkészülni, így maradt ott is a félmaraton, sikeresen teljesítettem, és nagyon szeretnék még oda visszamenni, mert egy nagyon szép és számomra emlékezetes félmaraton volt. Voltam külföldön futni más versenyeken, de 21 kilométert nem teljesítettem máshol, így maradtam az ország határon belül, és elkezdtem felfedezni az ország legszebb részeit, mind a 19 megyében sikerült futnom, ki is tűztem célul, hogy 19 megyeszékhelyen szeretnék 19 félmaraton futni, ebből 12-t eddig sikeresen teljesítettem, most már inkább a Dunántúli
versenyek vannak még, amiket a jövőben kitűztem célul, amikor majd úgy alakul az időbeosztásom, akkor oda is eljutok. Körülbelül az is kell, hogy ne arra, hogy félve, az is kell, hogy ott szervezzenek versenyt. Igen, ezeket meg kell keresni valóban. Hát a lehetőség az nagyon adott, hisz már olyan széles körül így 20 éve elteltével a tájékozódás, hogy hol milyen versenyek vannak, hogy szinte egy-két kattintás, és már tudjuk is, hogy mikor és hol van a verseny, milyen távokon lehet indulni. Nyilván legfőképp a 21 kilométereket szoktam keresni. 30-35 városban jártam körülbelül, így számolgattam, és elég összeszámolni is már, hogy pontosan hol mennyit futottam. Vannak helyek, ahova nagyon szeretek visszajárni. Vannak helyek, ahova szeretnék visszamenni, de már nem szerveznek verseny, bízom benne, hogy még a jövőben sikerül eljutni. Ezt, hogyha belegondolunk, ez a 111 félmaraton az elmúlt 20 pár év alatt azért, ez azt jelenti, hogy egy évben akár 4-5, akár 6 verseny is lehetséges. Mennyire megterhelő ez? Nem is szokott számra megterhelő lenni. Tehát élvezetből megyek, jól érzem magam, nem profi szinten üzöm, saját magamnak kitűzöm a célt, hogy most időre szeretnék menni inkább, vagy csak jól érezni magam, városnézés. Tehát nagyon sokféle szemszögből meg lehet ezt közelíteni. Eleinte nem is, tehát 2001-től 2005-ig, 5-6 éven keresztül csak egyet futottam, mindössze ezt a bizonyos Vizer félmaratont, és nem mentem másfele futni. Úgy éreztem, hogy nekem elég egyszerre annyi, egy évben egyet teljesíteni. Aztán mégiscsak voltak közelebb is versenyek, és vonzódtam ez a 21 kilométerhez vissza, hogy valahogy ez egy olyan távolság, ahol el is lehet nagyon fáradni, hogyha szeretnénk egy iramosabb futást csinálni, de kényelmesen is le lehet futni, és akkor nem is olyan sok az 21 kilométer, ha belegondolunk, hisz manapság már rengetegen bevállalják ezt a távot, azelőtt ez nem volt jellemző. Ha visszagondolsz erre a 111-re, van-e egy olyan verseny, amelyik különösen megragad benned? Lehet, hogy nincs, csak most így felütött bennem, hogy van-e olyan, ami miatt arra az egy versenyre külön-külön úgy visszaemlékezel, hogy na ez azért mert. Inkább kettőt tudnék említeni. Nem baj. Egyet az idő miatt, az időeredmény miatt, a másikat meg a különleges helyszín miatt. Kezdem az időeredménnyel. Körülbelül 10 éve vagy 11 éve, aztán 2014-ben sikerült Siófokon egy 1.30-on belüli időeredményt futnom, ami mai napig a 111-ből a legjobb időeredményem. Akkor egyszer sikerült 1 óra 30 perc alá menni, ami úgy azt jelenti, hogy esetleg így valaki számolni szeretne, hogy egy 4 perc 15 másodperces kilométereket kell futni ahhoz, hogy valaki egy 1.30-as félmaraton tudjon teljesíteni. És azért az egy nagyon komoly. Igen. Itt úgy megjegyzem, hogy a 111-ből egy olyan 1 óra 40 perces átlag jött ki nekem a 24 év alatt, tehát még sikerül még 5 percen belül tartanom az ezeket, így 20 év elteltével is, vagy 24 év elteltével is. A másik verseny, amit megemlítenék, az Tolna megyében van, Szekszárd településén, az egy elég nagy város, egy olyan 30 ezer fős lakosságú, és hát a dombságairól igen híres, és oda sikerült eljutnom egy olyan 10 évvel ezelőtt egy barátommal, és együtt teljesítettük a versenyt. 550 méteres szint különbség volt, egy alföldi embernek ez nagyon-nagyon-nagyon komoly kihívás, azt gondolom. Pozitívan emlékszem vissza attól függetlenül, hogy kicsit szenvedős félmaraton volt, és nem is teljesen 21 kilométer volt, hanem félmaraton pluszként regisztrálták, vagyis így olvastuk az interneten, és beneveztünk rá, megtetszett, hogy egy kicsit a 21-et még meg lehet spékelni a szintkülönbség mellett. Gyönyörű vidéken futottunk, a Szőlősben az Óriás hegyet megmásztuk, de hát volt bőségesen miben válogatnunk ott a helyszínen, hogy mi is az a, milyen az az élmény, amiben hazajöttünk, borosztunk egy kicsit futás közben, ami nem volt jellemző sosem. Szóval sikeresen teljesítettük, és nekem ez egy emlékezetes félmaraton volt. Volt olyan esetleg a versenyek közben, amikor ott egy olyan gondolat fogott el, hogy most fel kell adnom, mert valami közbe jött, és nem fogom tudni teljesíteni?
Valamikor is történt ilyen vele? Igen, történt. Kettő versenyt adtam fel a 403 versenyből, aminek nekiindultam. Félmaratont egyszer adtam fel egy hazai pályán, a Holtovágyi pusztában, bár azt megelőzte a versenyen, tudni kell, hogy volt 22 és 42 kilométeres kerékpározás terepen, mountain bike verseny, és én beneveztem a 42 kilométeres tekerésre. Előző évben sikeresen teljesítettem a kerékpározás is és a futást is, viszont a következő évben, akkor visszatértem, a kerékpározás nagyon jól sikerült, leszálltam a kerékpárról, és valamilyen oknál fogva a bokám nem úgy működött, ahogy kellett volna, fájdalmat éreztem, valószínűleg a kerékpáron meghúztam, vagy megfájdult, megerőltettem, és 3x7 kilométeres kör volt a 21 kilométeren, és ebből egyet tudtam teljesíteni, aztán még csak visszaálltam, és egy 2 kilométert beleerőltettem a lábaimba, de be kellett látnom, hogy ez nem fog menni, meg a komolyabb sérülés veszélye miatt fel kellett adnom, és visszafordultam, és haza kellett utazni. Csak fél siker volt. Zoli, visszatérve a Bizzer versenyre, ami most ugye már 24-nél jársz, és jövőre elméletileg a jubilász a 25. lesz. Tudni kell, hogy egy bizonyos szám után már állandó rajtszámot kapnak az indulók, a versenyzők. Ez erről mit kell tudni? Neked is van már ilyen? Igen, nekem is van ilyen valóban. A 15 félmaratont sikerült elérnem, és mikor ezt teljesítettem, akkor egy díszoklevéllel ajándékoztak meg a rajtam látható pólóval, akkor még 15-ös számmal volt ellátva, és egy örökös rajtszámmal, amit ők általuk határoztak meg, hogy milyen rajtszámot viseljek, ez nekem az 1280-as rajtszám. És ez minden évben, te 1280-as rajtszámmal? Minden évben automatikusan megkapom ezt a rajtszámot, amikor benevezek. Általában már előző évben benevezek a következőre, mert tudom, hogy erre úgy is megyek, meg a család is tudja, hogy ez már nálam egy ilyen... Olyan, mint a karácsony. Igen, valóban egy szeptember, akkor vizelfél maraton Zolinak, és a 20-hoz is elértem, és most már lassan a 25-hez is, és még szeretném sokáig folytatni. Igen, apropó, tehát meddig lehet ez? Tehát 111-nél jársz most ilyen félmaraton versenyeknél. Van-e a fejedben ilyen, hogy mennyit kellene elérni? Azért ez, hogyha beszorozzuk a 21 kilométerrel a 111-et, azért az nagyon-nagyon sok. Igen, az több mint 2000 kilométer. Nem gondolkodtam egy percig sem még azon, hogy mennyit akarok, vagy mennyit szeretnék, amíg jól esik és jól érzem magam benne, addig biztos, hogy sok ilyen versenyre szeretnék még benne. Ez még nagyon-nagyon sok gondolatom van, hogy hol is fussam a Vizeren kívül, merre menjek, különleges helyszíneket keresek, ahogy említettem, a megyeszékhelyeken szeretnék futni, szóval motivációban nincs hiány, a lelkesedés az diktálja az iramot. Hát így legyen is, és bízunk benne, hogy a tested, a szervezeted minél tovább fogja bírni ezt a megerőltető munkát. Sok mindenki így tekint a ilyen hosszú távú futásra, nyilván te nem. Bízunk benne, hogy elérsz egy még kerekebb számot, és valamikor majd a 150 környékén újra találkozunk ezzel kapcsolatban, Zoli. Köszönöm, hogy befáradtál hozzá. Én is nagyon szépen köszönöm.